13 ország, 20 ezer katonája vesz részt a NATO Nordic Response nevű hadgyakorlatán, aminek egyenlő arányban ad otthont Norvégia, Svédország és Finnország. A résztvevő erők körülbelül fele a szárazföldön, másik fele vizen és levegőben, 50 hajón, illetve 110 repülőgépen készül. Norvégiában leginkább Finnmark megyében zajlik a gyakorlat, ami Norvégia legészakibb és legkeletibb megyéje. Finnmark végül is az a terület, ahol egy esetleges orosz agresszióra kell felkészülnünk, mondja ez az ezredes. Ezért fontos, hogy az érintett területen gyakoroljunk. Megtanulunk fegyelmezetnek lenni, vigyázni egymásra és vigyázni magunkra, teszi hozzá ez a katona. Tudnunk kell, hogy mi a dolgunk, és meg kell kapnunk a szükséges képzést. Erre jók ezek a gyakorlatok most is, és a jövőben is. Eközben délen az albániai Kucsovában megkezdte működését a NATO taktikai légibázisa.